Sziasztok, szép jó napot kívánok mindenkinek! A mai napon egy kérdezfeleleket hoztam nektek. Nagyon régen nem volt ilyen videó a csatornámon. Az Instámon kértelek titeket, hogy tegyetek fel nekem kérdéseket. Ott egyébként szoktam megválaszolgatni néha a kérdéseket, viszont most nagyon szerettem volna csinálni egy leülős, beszélgetős videót. Viszonylag még mindig évelején vagyunk, és szerettelek volna egy kicsit felzárkóztatni titeket, és beszélgetni arról, hogy mi és hogy van jelenleg az én kis életemben. Rengeteg kérdést kaptam, megint nagyon szépen köszönöm. Amiket itt nem válaszolok meg, azt szerintem most ki fogom majd tenni az Instámra, és ott válaszolok párra, viszont kezdjünk is bele, és lássuk, hogy mi a helyzet. Az első az egy nagyon lájtos kis kérdés, mik a terveim erre az évre? Erre egy nagyon egyszerű válaszom van. Itt meg tudjátok nézni azt a videót, ahol a moodboardomat készítettem. Ott beszéltem nektek pár dologról, amit nem mondtam el, az nagyon titkos, és azok a legbelsőbb kis vágyaim, úgyhogy azokat most se fogom elmondani. Viszont azt elmondhatom nektek, hogy szeretnék nagyon produktív lenni, nagyon sokat fejleszteni a csatornámon minden szempontból. Erre egyébként áprilisban van egy házzal kapcsolatos tervünk is, de erről csak ennyit, mert ez megy. Top secret! Mihelyest tudok nektek jönni új infókkal, ti lesztek az elsők, akik megtudják. Mivel szerkeszted a képeid, vagy fényképezőgéppel készülnek? Nagyon változó, körülbelül 50-50%-ban készülnek telefonnal, illetve fényképezővel a képeim. Ezt így kimondani még sosem mondtam ki, de megvettem a 12-es iPhone-t, nekem nagyon régóta a 7-es iPhone-om volt, ahogy kijött a 7-es, akkor kaptam meg a 7-eset, még édesanyjától, és azóta én nem is váltottam telefont, és most úgy éreztem, hogy eljött az idő egy kis upgrade-nek, úgyhogy a 12 Pro Max-al dolgozom mostanában, minden selfim ezzel készül, és nagyon sokszor az outfites képeket is ezzel készítjük, viszont olyan is előfordul, hogy fényképezővel készülnek a képek. A szerkesztés az egy érdekesebb dolog, rengeteg appot is használok szerkeszteni, és egyébként ez nagyon-nagyon mostani dolog, elkezdtem megtanulni a Photoshopot is, ugyanis nagyon szeretném, hogyha az Instám a képeimmel azt a minőséget tükrözné, ami az én fejemben van, viszont ez meg kell tanulnom nekem szerkeszteni, hogy mindent olyanra tudjak megcsinálni, ahogy itt bent szerepel. De többek közt egyébként telefonon Lightroom-mal, Facetune-nal és különböző nagyon sok színező appal szoktam még operálni. Ha megtanulok photoshopolni, akkor csinálok arról is videót. SkinDual kezelés eredményéről pár szót mondanál. Wow, imádtam a SkinDual-t. Most fogok egyébként még kitenni egy Insta posztot, ami az összefoglaló véleményem lesz az egészről. Nagyon bejött, nem számítottam rá, hogy ilyen jó eredménye lesz. Ha valakit érdekel, az esztetikában csináltattam. Mind textúrában, mind állagban nagyon sokat javult egyébként az arcom a három kezelés alatt, úgyhogy csak ajánlani tudom, van egyébként még kódom az esztetikába erre a kezelésre. Nem tudom pontosan, hogy hány százalék kedvezményt kaptok vele, de ide teszem nektek a kódot, hogyha érdekel. Rengeteg kérdés érkezett Oliról is, az egyik az az, hogy miért Dobermant választottunk. Nem feltétlen tudom megmondani, amikor beszéltünk erről, hogy milyen kutyánk legyen, akkor végignéztünk rengeteg fajtát, és amikor megláttunk egy Dobermant, akkor Bencével így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy oké, akkor ilyen kell, és hosszú folyamat volt, mire Oleszt megtaláltuk, de tökéletes, és ennek így kellett lennie, úgyhogy a legjobb döntésünk volt szerintem. Jelenlegi kedvenc zeném, úristen! Én nem tudom, mi van velem, de Miley Cyrus Plastic Hearts album oda-vissza, folyamatosan, nagyon ritkán van ilyen, az egész albumot imádom, egy számot nem szeretek, a Bad Karmát, azon kívül viszont mindent imádok, oda-vissza, minden nap, legalább kétszer, kicsit beteges, Bence ki van tőle, de nem tudom megunni, úgyhogy arról minden szám. És Barbit is belevittem. Hát igen, most befolyással vagyok rá. Hány évesen festettem először a hajam? Ez egy szép sztori, ugyanis az én anyukám a világ legjobb anyukája, és amikor 14 lehettem körülbelül, akkor megengedte, hogy színezve legyen a hajam, padlizsán lilát akartam mindenáron a hajamba, és kaphattam egy, vagy talán két tincset nyára. Ezt tudjátok, milyen négy mosás után kijött, de a legboldogabb gyerek voltam az egész világon, úgyhogy technikailag 14 voltam körülbelül, amikor először
először festve lett, viszont amikor először szőkítve lett a hajam, szerintem 20, körülbelül. És 20 éves korom óta van folyamatosan szőkítve és frissítve. Ahogy látjátok, a tövemet mindig meghagytam, soha nem volt még tőfestéssel szőkítve a hajam, viszont a vége az szépen fokozatosan szőkítve lett, és jelenleg rám férne egy frissítés, viszont most teljes mértékben elégedett vagyok vele. Milyen végzettségeid vannak? Oké, van egy műkörmös végzettségem, illetve egy kozmetikus végzettségem. Kozmetikusként dolgoztam is, próbálgattam, viszont lekopogom, hála az égnek, legalábbis az én belátásom szerint olyan jól megy a YouTube-om és az Instám, hogy nem fér bele az időmbe az, hogy azzal is foglalkozzak. Kicsit sajnálom, de annyira imádom ezt, titeket, így az egészet, ahogy van, hogy teljesen elégedett vagyok azzal, ahogy most ez működik. Mikorra terveztek családot alapítani és összeesküdni? Rossz platformon kérdezed, az a másik fele a családnak. Tőle kell megkérdezni, ugyanis amíg nincsen itt gyűrű és nem vagyunk összeházasodva, addig nem szeretnék gyereket, úgyhogy nem tudom. Remélem, hogy egyszer. Van-e kedvenc külföldi youtubered? Ha van, ki? Itt hozzátartozik az igazsághoz, hogy az egyik nagy motiváció már viszonylag kiskoromban arra, hogy engem érdekeljen a YouTube, és akartam ezzel foglalkozni nagyon régóta, az, hogy én nézni is imádom a YouTube-ot. Rengeteg kedvencem van. Akire most nagyon rá vagyok kattanva, az a Patricia Bright, ezt mondtam nektek az előző vlogban is egyébként. Az idei év szeretném, hogyha az anyagi biztonságnak az éve lenne, úgyhogy az ő egyik csatornáját rengeteget nézem, a Break platformot, az mindenféle anyagi dologgal kapcsolatos, befektetésekkel, spórolással, mindennel, amit el tudtok képzelni, úgyhogy őt rengeteget nézem, Jordan Lipscombot nagyon szeretem, imádom a stílusát, Valéria Lipovetskit is nagyon-nagyon szeretem, de ideírom nektek a képernyőre azokat, akiket rendszeresen szoktam nézni, és tudtok belőle ti is csemegézni. Oli milyen kaját kap? Olesz jelenleg és remélhetőleg véglegesen a Platinum kutyatápot kapja, itt van, így néz ki. Gábor ajánlotta nekünk, Nyakas Gábor, vele dolgozunk, Olinak ő a tanárbácsia, ő szokott ránézni, hogy elrontjuk-e a kutyát menet közben. Jelenleg úgy néz ki, hogy nagyon bejön neki a táp, úgyhogy ha ez nem változik, akkor ezt fogja enni élete végéig. Nagyon sok olyan kérdés van, amit nem teljesen értek, hogy panelba lakunk-e, és szeretnénk elköltözni. Nem panelba lakunk, kertes házban, lassan egyébként 2 éve. Tudom, még nem volt house tour, ez sajnos nem rajtam múlik, ha rajtam múlna, akkor már lett volna. Bencét nyagassátok ezzel, viszont kertes házban élünk, de ettől függetlenül nem tartjuk ezt a házat a végleges háznak. Úgy gondolom, hogy ezt ambíciónak lehet mondani, talán, de mind a kettőnknek megvan a fejébe az álomházról alkotott kép, és pár éven belül szeretnénk, hogyha ez megvalósulna. Úgyhogy nincs más dolgunk, mint nagyon sokat dolgozni. Ez de cuki kérdés. Milyen a lelki állapotod? Amúgy nagyon szeretem a videóitokat. Köszönjük szépen. Most jó, most kifejezetten jó. Évvégén volt egy kis megborulásom, egy-két mental breakdown, pont mint a tavaly előtti évben, de úgy néz ki, hogy ez már egy megszokott dolog lesz év végére. Őszintén megmondom, most itt van a másik szobában Barbara és hallgatózni fog, de amióta van Barbie, azóta sokkal jobban érzem magam, mint előtte. Egy az, hogy a vágás az egy baromi nagy teher, és folyamatosan az időpontok, határidők mindig kész legyen, mindenre figyeljek. Nem vagyok egy rendszerezett ember, ezt tudni kell. Tehát vannak olyanok, akik 3 csatornát tudnak egyedül kezelni, én nem tartozok ezek közé. Tudok vágni, szerintem egyébként egész jól is vágok, viszont sose volt a kedvencem igazából ebből az egész videózás dologból, úgyhogy erre van egy csodálatos emberem, és amióta ez így működik, azóta sokkal jobban érzem magam. Nem mellesleg hozzá kell tenni, hogy egy nagyon jó barátnőm is lett Barbie személyébe, úgyhogy pláne tökéletesen érzem magam. Tervezünk-e még kutyust Oli mellé? Nem. Jelenleg biztosan nem, ebben a házban egy kutya bőven
elég. Jelenleg még nagyon kicsi is Oli olyan tekintetben, hogy még mindig kölyök, úgyhogy bőven elég egy rossz csont. Később szeretnénk majd, viszont az nem most lesz még. Tapasztalatod alapján hialuronos töltés vagy szálbehúzása jobb? Teljesen őszinte leszek veletek, a szálbehúzás egy nagy semmit nem vettem észre belőle. Nyilván amikor csináltattam, akkor szerettem volna látni az eredményét, és lehet, hogy be is beszéltem magamnak, de semmit az égvilágon nem láttam fél év múlva. Nagyon sok negatívat kapok igazából a töltések miatt. Én nagyon szeretem, nagyon jól érzem magam velük, imádom a számat, imádom a szemem alatti töltést, és egyébként ez minden, ami jelenleg van az arcomban. 1000%-osan hialuronos töltés. Karantén időszak alatt melyik online webshopokról szoktad rendelni a sminkjeidet? Ezt szerintem sokszor mondtam már nektek, de elmondom most is, mert az egyik legnagyobb felfedezésem volt ez egyébként a mai évben. Karantén elején szembesültem azzal, hogy van egy olyan oldal, aminek az a neve, hogy myus.com, ami egész egyszerűen arra szolgál, hogy az amerikai webshopokról, amik nem szállítanak Európába, vagy nagyon drágán tudod hazaszállítatni a dolgokat, el tudod szállítatni a myus-nek a raktárába, a saját nevedre szóló kis parcellába, ott, amikor annyi cucc gyűlik össze, amennyit éppen haza szeretnél hozatni, megrendeled tőlük, sokkal jobb áron tudod hazaszállítatni, mint általában más cégektől. Egy héten belül igazából itt van nálad, legtöbbször egyébként vámmentesen, néha előfordul, de az utolsó 10 csomagom szerintem egyik se volt megvámolva. Sephora-ról szoktam rendelni egyébként a legtöbbet, hogyha Európáról van szó, akkor a Kate Beauty-ról. Minden linket teszek nektek a leírásba, úgyhogy ha bármire kíváncsiak vagytok, akkor ott nézelődjetek. Magyarországról szerintem nem is szoktam sminket rendelni. Őszintén megmondom, karantén alatt nem is nagyon rendeltem sminket, sokkal inkább krémeket rendelgettem, úgyhogy ez a kettő egyébként, hogyha konkrét választ kell adnom. Mi a kedvenc filmed vagy sorozatod? Erről már nagyon sokat beszéltem. A kedvenc filmem az szerintem még mindig a Holtodiglan. Az egyik kedvenc sorozatom az a Grace Klinika, viszont ezeket már elmondtam, most az új kedvenceimről szeretnék nektek pár szót mondani. Az egyik film, ami most nagyon-nagyon tetszett, az a Teljes titoktartás. Ezt csak zárójelbe jegyzem meg, korról lehet letölteni. A sorozat Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot? Netflix, ehhez VPN-re van szükségetek, ugyanis a magyar Netflixen nem elérhető, viszont a románon már igen, de ha VPN-t használtok, akkor az amerikain egyértelműen megtaláljátok. 6 évados sorozat, és valami fantasztikus, olyan izgalmas, gyönyörű vágásokkal, fantasztikus sztorival, hogy komolyan, csak ajánlani tudom. Ezen kívül mi van még? Az Anna nagyon tetszett. Jézus Isten, az a film, de jó volt. Ha eszembe jut még valami, akkor itt megtaláljátok. Szeretnéne még az arcodon változtatni, gondolok ez alatt a szájfeltöltésedre. A töltést azt fenn szeretném tartani, nem szeretnék nagyobbat, viszont ezt a méretet szeretném tartani. Ezen kívül, hogy szeretnék-e vagy nem, mondtam már egyébként, hogy 14 évesen azt hiszem nekem volt egy orrsövény műtétem, ami nem sikerült túl jól, és problémáim vannak még mindig a légzéssel. Nagyon sokszor bedugul az orrom, nagyon sokszor nem kapok rendesen levegőt, úgyhogy meglátjuk, hogy az orrommal kell-e majd foglalkozni, de ha az orrsövényemhez hozzá kell nyúlni, akkor természetesen kívülről is meg fogom csináltatni. Van itt egy olyan kérdés, hogy mióta tiktokozok, nem tiktokozok. Van tiktokom, viszont profilképem sincs kint, és 3 követőm van, úgyhogy híres vagyok. Amerikai vagy európai Dobberman a kis kutyus? Európai. 100% európai Dobberman. Az a kérdés, hogy loptam-e valaha? Nem. Milyen igaz? Barbie mondja, hogy Bence szívét elloptam, ezen kívül semmi mást. Én nagyon parázós lennék egyébként, tehát nem. A lelkiismeretem meg az agyam nem engedné, hogy lopjak. Viszont egyszer képzeljétek el, vásárhelyen voltam egy írószerbe. Tudni kell rólam, hogy írószermániás vagyok. Az összes tollat és radírt a világon megvenném. Bármi, ami írószer, azt mindent imádok. És ez nyáron volt valamikor. Bementem, képzeljétek el, az írószerbe, és sokáig, tehát több mint fél órát nézelődtem a tollak és a nem tudom én mik közt, és a mit tudom én, hogy
üzletvezető, vagy az egyik kasszás, az Isten tudja, behívott hátra, hogy belenézzen a táskámba, lehettem mondom, 14 éves, 13, hogy megnézze, hogy elraktam-e valamit, én meg így álltam, azt se értettem, hogy mi van. Mindegy, azt se tudom már, hogy lett vége igazából a sztorinak, de a lényeg az, hogy nyilván nem loptam el semmit, úgyhogy... Oli eddig miket tanult, mikor lesz róla videó, ha minden igaz, akkor már fent van ez a videó, és itt tudjátok megnézni, ha véletlen nincs itt semmi, ami kattintható, akkor nem sokára jön. Ezt még sose kérdeztétek, milyen országokban jártam, melyik a kedvenced azok közül. Felsorolom, hogy hol voltam, mert ezeket össze kell gyűjteni. Amikor kicsi voltam egyébként, még kifejezetten gyerekkoromban jártunk nagyon sokat nyaralni, ugyanis akkor még nem lovagoltam, viszont 2010 után, azt hiszem 2010-ben utoljára Dubajban voltunk, és utána egyszer voltunk talán Horvátországban, meg egyszer versenyen, jó versenyen voltunk több helyen egyébként, de azóta nem nagyon voltunk nyaralni, úgyhogy remélem, hogy nem sokára újra elkezdünk utazgatni Bencével, és tudunk vinni magunkkal titeket. Hogyan élitek meg ezt a bezártságot, kapcsolatotok javult a vírus óta? Nem volt rossz, hogy javulnia kelljen, de nem is romlott. Szerintem ugyanúgy vagyunk Bencével, mint a vírus előtt voltunk. Igaz? Hallgatás, beleegyezés talán. Őszintén megmondom, hogy mi ugyanennyit voltunk együtt szerintem a vírus előtt is, tehát egy kicsit furák vagyunk, de majdnem 0-24-ben együtt vagyunk. Mindenhova együtt megyünk szinte, úgyhogy nem kifejezett. A kapcsolatunk nem érezte meg a vírust egyáltalán. Ez egy szívfájdalmam egyébként, amire most válaszolni fogok. Mennyire vagytok környezettudatosak? Lehetnénk sokkal inkább. Az az igazság, hogy rengeteget, de tényleg nagyon sokat rendelek online, úgyhogy iszonyatosan sok csomag érkezik, és sajnos azoknak a csomagolása hatalmas és nagyon sok, úgyhogy nem vagyunk a toppon környezettudatosság téren, de amit tudunk, azt megteszünk, szelektíven gyűjtünk, amit lehet, úgyhogy ennyi, igyekszünk. Ehhez kapcsolódó kérdés, ha rossz kedved van, akkor mivel vidítod fel magad? De milyen jó, hogy egy karrier épül erre, nem? Ennél jobb nem is lehetne. Ebből adódóan nem sokára jönnek a hol videók. Legyen ez az utolsó kérdés. Szerinted a sors irányít minket, vagy mi irányítjuk a sorsunkat? Szerintem egyébként ez egy 50-50 dolog, ugyanis nagyon sokszor van olyan, hogy valaminek úgy kell lennie, ahogy történt. Ez egyébként Olival is így volt. Volt egy eredeti tervünk, ami nem jött össze, akkor sírtam sokat, viszont ahogy látjátok, egy tökéletes új végkifejlete lett a dolognak, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy vannak dolgok, amiknek egyféleképpen kell alakulnia, viszont abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok mindent mi döntünk el a sorsunkba, úgyhogy 50-50 szerintem. És most ennyi lesz a kérdez felelek, viszont nagyon élveztem, és nem tudom, hogy miért nem szoktam csinálni. Havonta egyet biztosan fogok nektek csinálni. Remélem, hogy nektek is tetszett. Imádok beszélgetős videókat csinálni. Nem tudom, észrevettétek-e már, de nagyon sokat beszélek, és nagyon szeretek beszélni. Úgyhogy, ha tetszett, és szeretitek, hogyha beszélek, akkor dobjatok nekem egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, ami egyébként, ha minden jól megy, akkor 2 naponta történik meg. És természetesen kövessetek Instán, és igyekszem nektek minél több képet hozni. Remélhetőleg hamarosan rendszert véltek felfedezni a posztolásaimban, hogyha igen, akkor minden nap nézzétek az Instámat, ugyanis sok-sok-sok képet készítek nektek, és még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk, sziasztok!